Köszönöm szépen a türelmet, itt a technika egy kicsit megfélfált engem is, úgy hallom az elődeimet is. Nevem Nagy Zoltán, a Solver Zrt-től jöttem, és ebben az előadásban szeretnék egy kicsit beszélni az egykor szép reményű és mára sajnos a egyik legsúlyosabb csapást, amit egy nyílt forrású projekt elszenvedhet, ezt a csapást elszenvedő Sugar CRM-nek a jelenlegi helyzetéről, és arról a próbatételről, ami most a Sugar CRM fejlesztő, nyílt forráskódú fejlesztési közössége előtt áll, és hogy próbálunk meg ennek a kihívásnak eleget tenni. Előjáróban annyit mondanék, hogy a Sugar CRM nyílt forráskódú projekt megszűnt létezni. Megpróbáljuk ebben a prezentációban áttekinteni, hogy mik voltak az okok, hogy jutottunk el idáig, és hogy milyen lehetőségek mutatkoznak egy ilyen nyílt forráskorú projekt esetében, hogyha a szoftver karbantartója, a szoftver szállítója úgy dönt egyszer csak, hogy komercializálja a projektet, és továbbiakban nem támogatja, mint nyílt forráskorú fejlesztés. Oké, a Sugar CRM története 2004-ben kezdődött. 2004-ben három nagyon tehetséges üzleti jártossággal és nyílt forráskorú kultúrával szocializálódott fejlesztő és üzletember alapította a céget. A eredeti céljainak megfelelően is nyílt forráskorú projektként, saját magukat kereskedelmi nyílt forráskorú cégként apostrofálva indították el a Sugar CRM projektet. Az akkori kiforratlan, többé-kevésbé kiforratlan licenszelési architektúráknak megfelelően egy saját licensz alatt adták ki ezt a szoftvert akkor, ami Sugar CRM public license volt, ami egy Mozilla public license alapult, nem érdekes a mi szempontunkból. Ami érdekes az, hogy 2005-re GPL-re váltotta a licenszelés ennek a szoftvernek, tehát megkívánt felelni minden nyílt forráskódú projektekkel szemben támasztott licenszelési követelménynek, majd az új idők szelére hallgatva, amikor a webalkalmazások számára kidolgozott aferó licenszek megjelentek, akkor a Sugar CRM is átkerült egy ilyen aferó licenszelésre. Összesen annyit érdemes szerintem ebből értelmezni, hogy a Sugar CRM mindig is a fejlesztése és a történelme során mindig is nyílt forráskori projektként tekintett saját magára, és igyekezett igazodni a mindenkori játékszabályokhoz ezen a területen. Jó, de mi az a Sugar CRM? Ha esetleg valaki nem ismerné, a Sugar CRM egy PHP alapú, egy LAMP-szeken futó CRM alkalmazás, egy olyan CRM alkalmazás, amely a CRM-ektől elvált általános funkcionálitáson túl, amit természetesen biztosít, egy olyan rugalmas architektúrával rendelkezik, ami a nyílt fejlesztést támogatja, nagyon jól támogatja, éppen ezért egy egészséges és masszív közösséget épített az évek során maga köré a Sugar CRM projekt. Jó, mindenféle varázsszavakat ide fölírtam, hogy mi is az, amit ez a szoftver tud. Kereskedelmi folyamatok automatizálását, teljes skálájú marketing, kampánytámogatással bír, csoportmunkás projekttámogatással, és a többi, és a többi. Anélkül most elemezgetnénk, hogy mi egy CRM rendszer elvárt feature-szetje, én most azt mondanám nagyvonalúan, hogy ezt a skálát, amit egy korszerű CRM rendszertől elvárunk, ezt a funkcionális skálát a Sugar CRM elejétől végéig le képes fedni. Jó, ez a kis Móriczka ábra, amivel nagyon sokat dolgoztam, azt mutatja meg, hogy jutottunk el a mai állapotig a verziókon keresztül. Tehát valamikor 2004-ben jelent meg a Sugar CRM 1.0, azzal a Sugar CRM public license-el, amiről beszéltünk, egy szép organikus release ciklusok mentén eljutott az ötös verzióig. Az ötös verziót azért emeltem ki, mert valahol az ötös verzió tájékán, ez 2008-2010 környékén ért el a Sugar CRM, mint kereskedelmi vállalat és mint nyílt forráskodó projekt a karrierje csúcsát. Ezen a ponton a Sugar CRM nagyjából 150 ember dolgozott, világszerte körülbelül 4000 hozzájáruló fejlesztő komitolt folyamatosan a projektben. Egy masszív ökoszisztéma épült ki a Sugar CRM köré, kereskedelmi és nyílt forráskodó komponenseket is tartalmazó alkalmazás piactérrel. Előremutató megoldásokat
jelentett ilyenkor egy sugárcérem bevezetése, és gyakorlatilag diktálta az, hogy a CRM piac az milyen funkcionalitásokkal és milyen képességekkel kíván reagálni az elvárásokra. Aztán sok minden történt, amiről beszélni fogunk, és elérkeztünk 2013-2014 környékén a 6-os verzióhoz. A 6-os verziónál megjelentek a sötét fellegek a projekt feje felett, ugyanis ezen a ponton a Sugar CRM elkezdett három branchben deployolni Sugar CRM fejlesztéseket. Ez a három, azt azért még elmondanám, hogy egészen a 6-os verzióig, a kereskedelmi nyitforrás projektről beszélünk, egészen a 6-os verzióig a core és a funkcionalitások azok közösek voltak a CE, azaz a nyílt forrás kód és a kereskedelmi verzió között. Ugyanaz a kódbázis volt mind a kettő rendszernek az alapja, vagy mind a két disztribúció alapja. A 6-osnál ez szétvált. A 6-5-ös branch lett a nyílt forrás kódú verziónak a branche. Erről leválasztottak egy belső branchet, a 6-7-est, amelyből már nem is készült nyílt forráskódú verzió, és egyébként ezzel párhuzamosan elindult egy teljesen új architektúrájú 7-es branch fejlesztése, amelyből soha nem készült már nyílt forráskódú kiadás. És 2014-ben aztán a Sugar CRM maga is nyilvánvalóvá tette, hogy nem tervezi továbbiakban a nyílt forráskódú verziók támogatását, a 7-es verzió az már csak kereskedelmi szoftverként érhető el. Jó, hát ez nagyon szomorú. Azt gondolom, hogy bárki, aki foglalkozott már nyílt forráskódú szoftverrel, azt tudja, hogy ez az egyik legszörnyűbb dolog, ami történhet egy nyílt forráskódú projekttel. Két nagy veszély fenyegeti a nyílt forráskódú projekteket, amelyek önhibájukból következhetnek be. Az érdektelenség az mondjuk a természetes szelekció része. De egy nyílt forráskódú projektet érhet valamiféle jogi támadás. A jogi támadás értem az, hogy valami intellektuális jogot sértő komponens kerül egy nyílt forráskódú projektbe, és akkor képesek egyik napról a másikra elkaszálni az ilyen projekteket a jogtulajdonosok. A másik nagy veszély pedig az, hogyha valójában nem közösségi menedzsment alatt áll a software release, akkor a software jogainak tulajdonosa, a szoftver gyártója, ebben az esetben a Sugar CRM egyik napról a másikra dönthet úgy, hogy továbbiakban nem támogatja ennek a nyílt forráskódú projektnek a fejlesztését. Ez történt ebben az esetben. Ami nagy kár, hiszen 2014-re a Sugar CRM-nek volt az egyik legaktívabb és legmasszívabb közössége az üzleti nyílt forráskódú alkalmazások körében. Jó, minden, ami itt el fog hangozni, ez erősen szubjektív és spekulatív. Miért történt ez a Sugar CRM-mel? Hogy jutottunk el idáig, hogy egy ilyen, mint nyílt forrás projekt, egy egészséges és nagy és masszív projekt arra sorsa jutott, hogy egyszer csak elkaszálták az anyavállalatnál. Jó, ismerni kell azt, hogy a Sugar CRM, mint nyílt forrás projekt nagyszerű, óriási siker. Sugar CRM, mint üzleti vállalkozás, mint vállalat, annyira nem. És az okokat itt kell keresni abban, hogy miért választotta ezt a Sugar CRM, mint menekülő pálya, hogy akkor nincs tovább nyílt forráskódú verzió. Egy kicsit beszélnék arról, hogy mi ez a kereskedelmi nyílt forráskód, mint üzleti modell. A kereskedelmi nyílt forráskód, mint üzleti modell egy szükséges velejárója annak, hogy a nyílt forráskódú szoftverek egészséges ütemben fejlődni képesek legyenek. A nyílt forráskódú fejlesztések sok szempontból csoportosíthatók. Az egyik önkényes csoportosítás az, hogy milyen céllal készül a nyílt forráskódú szoftver megoldás. Az egyik típusú megközelítésben a nyílt forráskódú fejlesztés az valamilyen technológiai problémára kíván valamilyen választ adni. Egy másik iránya pedig az, hogy egy valódi piaci igény próbál kiszolgálni nyílt forráskódú komponensek alapuló fejlesztéssel. Az egyik irány, amikor is kvázi alapkutatási területként tekintünk a nyílt forráskódra, amikor valamilyen technológiai problémát kíván megoldani ez a fejlesztés, megvan a saját meleg ágya. Ezek az egyetemi kutatások, vagy azok a konzorciumok, amik kimondottan nem piaci igény kielégítésére, hanem technológiai probléma megoldására
állnak össze. Ma az OpenStack egy nagy-nagy projekt, és ő is így indult. A sugárcérem nem ilyen volt, a sugárcérem az üzleti vállalkozásként tekintett saját magára, egy nyílt forráskú üzleti vállalkozásként tekintett saját magára a kezdetektől fogva, és egy mára, és rálépett arra az útra, amire sok nyílt forráskoddal foglalkozó cég, ami mára bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül működik. Ez az üzleti modell ez azt mondja, hogy készítsük el az alkalmazásunknak, vagy a szoftverünknek, a rendszerünknek a nyílt forráskodú, vagy open core verzióját, és az üzleti modell azon alapszik, hogy ez a csökkentett funkcionalitású core alkalmazás, amikor már kicsi lesz az ügyfeleknek, akkor ezeket az ügyfeleket transformáljuk majd fizetős licenszdíjért nálunk vásárol ügyfelekre. És nem csak a sugárcérem, hanem sok más cégnél is bebizonyosodott, hogy ez a transformációs rát, ez nagyon alacsony. És ennek az az oka, hogy ez az üzleti modell, ez nagyon csúnyán alábecsüli a közösségi fejlesztésnek az erejét. Ugyanis azzal, hogy a sugárcérem kór nyitott volt, ez a kórbázis nyitott volt, azok, akik komolyan van még egy paraméter, amit figyelembe kell venni, a sugárcéremnek nem volt sohasem saját kapacitása arra, hogy saját erőforrásból például supportot biztosítson az ügyfelei számára. Ez az üzleti modell ez azt mondta, hogy rendszerintegrátorok partnereken keresztül vezetik be a sugárcéremet, és a sugárcérem csak licenszet árul. Igen, csak ez a közösség, aki a rendszerintegrátorokon, meg a hagyományos értelmevet közösségen keresztül formálódott, nem volt rászorulva sohasem a fizetős, licenszdíjas szoftvernek a képességére, mert ha szükség volt valamire, az a funkcionás megjelent közösségi fejlesztésként. És ez vezetett oda, hogy az az üzleti modell, ami azt mondta, hogy akkor transformáljuk az ügyfeleket fizetős ügyfeleké, ez nem működött, mert ez a transformációs által ez gyakorlatilag kimutathatatlan volt. Rendben, tőkét kezdtek el bevonni ebbe a cégbe, és az új tőke az azt mondta, hogy az a probléma, hogy túl sok mindent nyitott meg a sugárcérem, ez így tovább nem mehet, bezárjuk a nyílt forráskodú fejlesztést, és egy saját úton elindul a sugárcérem üzleti modellje egy hagyományosabb szoftverértékesítési irányba. Hát ezek voltak az okok, amik oda vezettek, hogy ez a nyílt forráskodú projekt az most már az anyacégtől nem kap támogatást. Ez szomorú. Jó, itt tartunk most, ez 2014-ben történt. Azóta a sugárcérem CE verzió, ami 6.5.24-es verziónál tart tudomásom szerint, 25, ez egy bugfix release-ként él tovább, tehát elérhető még mindig, bárki használhatja, de most már csak biztonsági frissítések érkeznek hozzá. Most 2017 van, nézzük, hol tartunk most ezzel a sugárcérem projekttel. Miért érdemes foglalkozni sugárcéremmel még mindig? Mi az erő benne? A feature set. Mint CRM, a sugárcérem még mindig iparági standardnek tekinthető. Rettenetesen komoly szakmai funkcionalitást és tudást olvaszt magába, és ezt teszi ezt olyan módon, amely még ma is mint a számos, korszerű, vagy újabb, vagy újonnan megjelenő CRM alkalmazás számára. Mivel eleve kezdetektől fogva ezt nyílt fejlesztési modellben írták ezeket a core komponenseket, ezért a rendszer rendkívül fejlesztő barát. Egy sugárcérem installációnak, de ez igaz minden nyílt forrású rendszernek, tehát a fejleszthetősége és a testreszabhatássága az lényegesen rentábilisabb, mint egy úgymond dobozos szoftvernek, amit le lehet venni a polcról. Architekturálisan utolsó verziójában rendkívül korszerűnek tekinthető. Egy nagyon szép, tiszta modellje annak az MVC alkalmazás modellnek, amit mondjuk a 2010-es években a bölcsekkőhelynek tartottak a több rétegű alkalmazás modellek területén. Hatalmas közösség van a sugárcérem mögött, volt a sugárcérem mögött, és ebben a közösségben iszonyatos tudás halmozódott fel. És ezek egymásra ható szinergiák. Tehát egyrészt van egy hatalmas közösség, aki kompetenciát szerzett ebben ennek a rendszernek a fejlesztésében, ez a közösség most is rendelkezés áll, és ez a közösség nem akar lemondani arról a tudásról és kompetenciáról, amit megszerzett az évek során. És az az ökoszisztéma, amely a CE és Open Core sugárcérem közé épült, az még ma is létezik is él, és egy erős közösség. Jó, hát azért a kép az nem, ennél sokkal árnyaltabb, vannak a maga problémái is.
A sugárcérem technológia most a 2009-es évek végének és 2010-es évek elejének módszertani eredményeit tükrözik. Ez jelenleg probléma, a világ másfele halad. Ami akkor működött, az most is nagyon jól működik, de ma már más dolgot várunk el egy korszerű szoftver architektúrától, mint mondjuk 2010-ben. PHP 7 támogatás, igazából ennek a hiánya, ez egy rettenetesen nagy probléma. A PHP-nak nagyon dicsőséges jövő következik, hogy a PHP 7 transformáció lezajlik a PHP alkalmazásoknak a körében. Önmagán sugárcéremben saját méréseink szerint csupán csak az, hogy a kort portoljuk PHP 7-re 40%-os teljesítmény növekedést okoz a rendszer egészében, válaszidőben, responszivitásban. A reprezentáció, ahogy kinéz, ez a rendszer, ez szörnyű. És ez azért probléma, mert azok a lehetséges alkalmazók, akik egyáltalán csak szeretnék megnézni azt, hogy mit nyújt most a CRM piac, először ugye a reprezentációval találkoznak, ezzel muszáj javítani, ez mostani formájában megint csak 2010-et tükrözi. Jó. Számos olyan komponens tartalmaz, amely elavult. Ez is a korának köszönhető, ezekkel foglalkozni kell ahhoz, hogy jövőálló legyen a projekt. Ezeket a komponenseket ki kell cserélni, korszerűsíteni kell, fejleszteni kell. Jó, és a probléma az, hogy ugyan létezik egy nagy kritikus tömegű közösség, de most nincs meg az a szingularitás, ami körül ez a közösség csoportosulni tud. Ez el fog oszlani, el fog tűnni a semmiben, hogyha nem jelennek meg olyan gócpontok a sugárcérem közösségben, ahova ez a közösség csoportosulni tud, és össze tudja fogni egy ilyen gócpont azokat az erőfeszítéseket, amelyek a sugárcérem továbbfejlesztésének irányába mutatnak. Jó, de természetesen nincs minden veszve. Nagyon sok fork projekt jelent meg sugárcérem kódbázis alapon, és elnézést kérek, hogyha valaki most nem lát itt olyan fork projektet, amit egyébként érdekesnek tart, ez a saját értékrendünk szerint érdekes projekteket jelentik. Ez a két projekt, a SpiceCRM és a SuiteCRM. Részleteiben és céljaikban nagyban eltérő projektek ezek, viszont vannak közös tulajdonságaik. A közös tulajdonságaik az, hogy mindegyik sugárcérem kódbázisra épül, ezek sugárcérem forkok. Mindegyik elkötelezetten nyílt forráskódú licenszeléssel készülő megoldás, és eredeti céljuk az, hogy a meglévő sugárcérem értékeket, sugárcérem tudást, azt egy jövőálló fejlesztési pályára tudják állítani. És itt a közös pontok véget is érnek. Még mielőtt részletesen benne egy kicsit belemennénk. Azt mondanám, hogy a SuiteCRM az mondjuk kis-középvállalati CRM-nek készíti magát, míg a SpiceCRM az egy ilyen nagyon nehéz súlyú és nagyon minden hájan megkent enterprise rendszeré kívánja növeszteni ezt a sugárcérem örökséget. Jó, a SuiteCRM a mai nappal már mondhatjuk, hogy egy élő és virágzó projekt. A viszonylag gyorsan szájra kapott, viszonylag gyorsan elterjedt a közösségben ennek a rendszernek a léte, és a felhasználói bázis ma már elég nagy. Egyrészt azért, mert egy teljesen transzparens átállást biztosít az utolsó CIE sugárcérem deploymentből a SuiteCRM-be, másrészt pedig azért, mert nem távolodik el túlságosan az eredeti sugárcérem irányvonalaktól. A SuiteCRM az egy inkrementális fejlesztési lépésnek tekinthető a sugárcéremhez képest, tehát nagyjából azzal a fejlesztési ütemezéssel, amivel a sugárcérem az Open Core-t fejlesztette, és azokkal a léptékekkel, amivel a CIE fejlődött, ezekben a léptékekben haladt tovább a SuiteCRM is. Semmilyen módon nem érinti a SuiteCRM projektbe most testet öltő fejlesztések, semmilyen módon nem bántják az architektúrát. Ez jó és rossz is. Egyrészt nagyon jó, mert még egyszer mondom, teljesen transzparens átmenetet biztos a sugárcéremről, és talán nem feltétlenül optimális, hogyha a sugárcérem jövőállósága a cél, mert azt az architektúrát, ami 2010-ben rendkívül korszerűnek számított, ez érintetlenül hagyja, és ezen az architektúrán próbál meg látszólag korszerűbb megoldást szállítani. Jó, rendkívül markánsan látszik ezen a rendszeren az, hogy a UI fejlődött, ez most már megfelel a mai elvárásoknak, viszont ezt a UI-t ezt még mindig a
régi sugárcerem, régi, tehát a hagyományos sugárcerem MVC architektúra biztosítja számunkra. A szúcérem első ránézése, ha túl vagyunk a sok, hogy ez milyen korszerű, tehát a felismerés az kell, hogy legyen, hogy a szúcérem a feature setet kívánja bővíteni. Tehát azt mondja, hogy jó az úgy, ahogy van, ez a sugárcérem, tényleg masszív, kipróbált, bizonyított, viszont a feature setet kell szélesíteni azért, hogy ezzel a feature settel a piacnak egy szélesebb szegmensét lehessen lefedni, és éppen ezért kapott olyan komponenseket, amelyek korábban csak a fizetős sugárcéremre voltak jellemzők, vagy korábban a közösségi fejlesztésekből, az ökoszisztémából származó sikeres projektek adták, ilyen a Workflow támogatás, Outlook plugin, vagy akár szerver oldali Exchange integráció. Jó, ez az egyik irány. Aztán az új fiú a Spice CRM. Hogyha úgy apostrofáltam a szúcéremet, hogy ez egy ilyen organikus evolúció, akkor a Spice CRM az a teljes evolúció. A Spice CRM belülről igyekszik megújítani a sugár CRM-et, tehát alapvető architekturális változásokat hoz a sugár CRM-ben. A teljes sugár CRM reprezentációs rétege az, ha valakinek mond valamit, akkor jó, ha nem, akkor nem érdekes. Egy metadata driven MVVI UI Angular 2-ben írva. Okay? Tehát ma erre mondjuk azt, tehát a frontend fejlesztők erre rendkívül izgatottak lesznek ezekre a kifejezésekre, ugyanis ma ezt a módszert tartjuk korszerűnek és jövőállónak. Aztán utaltam rá, hogy enterprise feature-ökkel igyekszik saját magát megkülönböztetni a szúcérem. Ennek megfelelően teljes és integrált deployment és continuous integration eszköztár van a szúcéremben, ami nagy kiterjedésű enterprise installációknak a menedzsmentjét teszi lehetővé. Ez egy nagy fejlesztés. Ez egyrészt a tesztelés, a deployment, a üzemben tartás és az üzemeltetés aspektusait magába foglaló teljes CI megoldás. Jó, a nagyon érdekes és egyébként véleményem szerint szükséges fejlesztés volt, hogy a szúcérem kapott egy full indexált keresőmotort, relációs adatbázison nyugszik ez a sugárcérem. Relációs adatbázisokat nagyon szeretjük, mert nagyon hatékonyan lehet benne ábrázolni bonyolult adatmodelleket, nagyon gyorsan lehet írni ezeket az adatbázisokat, mások oldalról viszont ez az Elasticsearch, ez a mai nappal már teljes mértékben integrált a sugárcérem architektúrába, tehát minden írási művelet relációs adatbázisba történik, minden indexálási paraméter relációs adatbázisból átkerül ebbe az Elasticsearch engine-ben, majd minden olvasási művelet vagy reporting művelet az Elasticsearch engine-ből történik. Okay. Jó, és nem utolsó sorban kapott egy új, korszerű és a rendszer funkcionálásának teljes spektrumát lefedő restapit, ezzel megnyitva az utat a mobilfejlesztések, az alternatív UI-ok és minden egyéb lazacsatolási rendszerek integrációjának irányába. Jó, hát itt tartunk most. Nem tudom, hogy a helyes sikerült túlmennem az időn. Ha valakit még érdekel, tudok mutatni UI demót a Spice CRM-ből és a Suite CRM-ből is. Érdekes felismerni rajta azokat a különbségeket, amikor azt mondtam, hogy az egyik egy evolúciós fejlesztés, a másik pedig a revolúció maga. Kész vagyunk, ugye? Hát ne, igazából én most azt mondanám, hogy közfelkiáltással, tehát én meg tudom mutatni ezeket a UI demókat, ha valakinek érdekes, de az időt tudomásul veszem, hogy túlhaladtuk. Jó, érdekes lehet ez még ez a... Nem kezdtük pontosan. Nagyon komoly fennakadások voltak. Semmi, tényleg. Nem az ebéd, ez azért sportszerűt lenne a dolog, mert az ebédidőből megy a... Igen, az ebédidőből, a kiállítóink idejéből, az én ebédidőmből. Rendben. Ez volt a mindenek felett álló érv. Úgyhogy én azt javasolnám, tehát itt van a... Szorul a hura. Elvinném ezt a kérdést későbbre. Persze vállalom, le fogom adni a kulcsot. Jó, köszönöm szépen.
Jó, rendben. És hova kell ezt visszacsinálni ezt a kulcsot? Bocsánat. Oda le fogom adni, jó? A portára. Jó, rendben. Jó, itt van a kis standunk a terem mellett, hogyha valakit érdekelnek ezek a UI demók, akkor nagyon szívesen megmutatom, és ha valakinek most van kérdése, akkor arra szívesen válaszolok, és még itt leszünk a következő órákban, úgyhogy várunk mindenkit a asztalunknál, pontosan itt a sarokba. Jól megtalálható frekventált helyen. Jó, akkor most nem tartalék most már tovább föl senkit. Köszönöm szépen a figyelmet. Jó, és akkor remélem tudunk még beszélgetni kicsit.